Szijjártó Péter szerint, mint az előbb hallhatták, Magyarország hajlandó lenne a szolidaritás nevében adóforintokat költeni a menekültek közel-keleti helyzetének a javítására, hogyha lenne erre értelmes uniós kezdeményezés. Szerinte nincsen. Belgium és Hollandia viszont már a hét elején konkrét felajánlást is tett, 80 millió euró értékben, és arra kérték a többi tagállamot, hogy csatlakozzanak a kezdeményezésükhöz. A vonalban a belga miniszterelnök helyettes Alexander De Croo, aki egyébként pár napja élesen bírálta azokat a főként kelet-európai tagállamokat, amelyek pénzautomatának nézik az uniót, a közös értékek és az elvárható szolidaritás betartása nélkül. Jó estét kívánok! Mit várnak a többi tagállamtól? Nos, ma egész Európa egy olyan válságról beszél, egy válságról beszél Európában, ami nagyon fontos, de ez csak a probléma 10%-a, hiszen a kérdés 90%-a az, hogy több mint 10 millió ember évek óta menekültáborokban laknak a válságövezetben, a válságrégióban, és nagyon gyakran olyan körülmények között, hogy más választásuk nincsen, csak óriási nagy kockázat mellett Európába jöjjenek. Belgium és Hollandia valóban tenni akarnak e tekintetben, mint ahogy ön is mondta, 8 millió eurót ajánlottunk fel erre, 80 millió eurót tehát, és beszéltünk a többi tagállammal is, hogy ők is tegyenek erőfeszítéseket. És ez igaz, hogy olyan ország tekintetében, mint Magyarország, amely nyilvánvalóan jogosan kap bírálatokat a tekintetben, hogy nem vállalják fel a teljes felelősséget ebben a válságban. Most mi arra számítunk, hogy Magyarország az egyik első olyan ország lesz, amely csatlakozik hozzánk a hajóra, a fedélzetre száll, és legalább hozzájárul ahhoz, hogy több millió menekültnek a... Felvették már a kapcsolatot Magyarországgal? Lehessen javítani a helyzetét. Nos, ez a kérdés, ez a tanácsban került megtárgyalásra, a tanács munkacsoportjában Németország, Finnország és Svédország azonnal azt mondták, hogy ezt jó ötletnek tartják. Juncker biztosan szintén azt mondta, hogy vannak elkötelezettségvállalások Magyarországról, még nem kaptunk ilyet, de a kérdéséről úgy gondolom, hogy Magyarország nyitott lenne erre. Különösen azon kemény bírálatok fényében, amelyeket Magyarország ma kap, nagyon pozitív jel lenne az, hogyha legalább megpróbálnák segíteni a körülményeket több millió embernek a táborokban. Szijjártó Péter azt mondta, hogy közös uniós kezdeményezés vagy uniós stratégia kellene ahhoz, hogy komolyan lehessen venni egy ilyen típusú felhívást. Ehhez mit szól? Igen, egy közös kezdeményezés az jó, de mindenkinek fel kell vállalni a felelősségét. A mai Európa szolidaritás Európája, és természetesen Európa lehet ahhoz, hogy az ember Európa előnyeit élvezze, ahhoz a terheket is fel kell vállalni, és nem szabad mindig várni a bizottságra arra, hogy erőfeszítéseket tegyenek, kezdeményezéseket tegyenek, hanem tegyék meg az erőfeszítéseket az országok maguk, amelyek kell. Mint ahogy mondottam, az Európai Unió nem egy pénzautomata. Nem lehet az Európai Uniót arra használni, hogy strukturális és kohéziós alapokat hívjunk le, majd amikor nehézségek vannak, nehéz pillanatban azt mondjuk, hogy nem akarunk erőfeszítést tenni. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tenni az erőfeszítést, és azt hiszem, hogy ma nagyon sokan Magyarországra mutogatnak, és azt gondolom, hogy jogosan teszik ezt. Miért mutatnak jogosan Magyarországra? Mi az, amit ön szerint számon lehet kérni rajtunk? Nos, úgy gondolom, hogy általánosságban nagyon sok értésünk van abból, vagy arról, hogy természetesen nagyon sok menekült megy keresztül Magyarországon, és ez nehéz helyzetet teremt, ezt kezelni. De azt viszont nehezen értjük meg, hogy Magyarország ma gyakorlatilag az egyetlen ország, amely az Európai Unió javaslatát blokkolja, visszautasítja, azaz, hogy legyen egyfajta elosztás az menekültek tekintetében. Hiszen mindössze 45 ezer menekült van ma Magyarországon, és az ő redisztribúciójuk, elosztásuk történne meg Európában. Úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás. Ma azt látjuk, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely blokkolja ezt a javaslatot, mert ma a magyar kormány továbbra is azt mondja, hogy nem akarják ezt a koncepciót, tehát a menekültek elosztását az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy egy bizonyos ponton ez problémát jelent majd.
A magyar miniszterelnök azt mondta, hogy ha folyamatosan befogadjuk a menekülteket, folyamatosan fognak érkezni. Ő milliókat, akár 10 milliókat lát. Szerinte először a határokat kellene megvédeni. Nekünk ebben a műsorban a külügyminiszter azt mondta, hogy ha most elfogadja Magyarország azt a kvótatervet, amelynek az alapján alapvetően mentesítenek minket, és inkább viszik innen a menekülteket, ki tudja, lehet, hogy pár év múlva már hoznák őket. Magyarország pedig tartósan nem szeretne befogadni. A jelenlegi új magyar törvények értelmében az, aki biztonságosnak nyilvánított tranzitországból érkezett, tehát mondjuk például Szerbiából, az nem lesz menekült, hiszen nem közvetlenül a haláltorkából érkezett hozzánk. Nos, ez egy teljesen rossz értelmezése a Genfi konvenciónak, amely azt gondolom, hogy Magyarország is ezt elfogadta természetesen, hiszen a menekült státusz az egy olyan státusz, ami független attól, hogy éppen egy biztonságos országban van-e a menekült, vagy sem. Európában vannak olyan törvények, vannak Európában törvények, és vannak Európában értékek, és mi azt várjuk, hogy minden ország az európai törvényeket és az európai értékeket is tartsa be, és egyre inkább azt látjuk, hogy Magyarországon és más országokban, amelyek ezen értékek ellen mennek, európai értékek ellen mennek, és nem lehetünk olyan Európa, amely az egyik országból a másikba próbálja görgetni a probléma labdáját. Nem, az európai szolidaritás az egy olyan dolog, amely mindkét irányban működik, működnie kell, és ezt nem lehet csak az előnyököt élvezni, anélkül, hogy hozzá is járuljon a terhekhez az ember. Ezzel azt mondja, hogy ha Magyarország nem fogad be tartósan menekülteket, azok közül, akik most érkeznek, illetve nem fejezi ki ezt a szolidaritást valóban anyagi segítség formájában is azoknak a régióknak, amelyekről egyébként a magyar miniszterelnök is beszél, hogy ott kellene tartani a problémát, akkor ezzel Magyarország nem vállalja az európai szolidaritást, és ez következményeket kelljen, hogy maga után vonjon? Igen, természetesen ezt mondom, hiszen mindannyian értjük azt a tényt, hogy Magyarország nagyon sok menekülttel találkozik, nagyon sok menekült megy át a területén, és nagyon sok ország kész arra, hogy segítsen, kész arra, hogy forrásokat adjon ehhez. De a szolidaritás csak akkor működhet, hogyha Magyarország egy adott ponton a terhekből is részt vállal, azaz befogad menekülteket, hiszen ma a menekültek nagy többsége 5 vagy 6 országba megy, Németországba, Belgiumba, Hollandiába, Svédországba és az Egyesült Királyságba. Ha azt akarjuk, hogy szolidaritás legyen, és megoldható legyen az, hogy mindenki kivegye a részét a menekültválságból, akkor ez csak akkor lesz megoldható, hogyha mind a 28 ország részt vállal a terhekből is. Magyarország azt mondja, hogy nekünk óriási részünk van a terhekből, hiszen ide érkezik ez a rengeteg ember, meg kell védenünk például a közös schengeni határokat. A mi értelmezésünkben, helyesebben a miniszterelnök és a kormány értelmezésében ez az elsődleges feladat éppen azért, hogy betartsuk a szabályokat. Igen, és természetesen az európai határok tekintetében is van egy javaslat az Európai Uniótól, a Frontextől, hogy e tekintetben is valami történjen a magyar határon, tehát hogy egyfajta szerepet játszanak ebben, de egészen eddig ez az ajánlat nem ment át. Úgy gondoljuk, hogy az első dolog, hogy szolidaritást kell mutatni, és mi képesek vagyunk arra, készek vagyunk arra, hogy szolidaritást vállaljunk, figyelembe véve Magyarország jelenlegi nehézségeit, de ez a szolidaritás, még egyszer mondom, két irányú kell, hogy legyen. Egy olyan ponton vagyunk, amikor a vita a strukturális és a kohéziós alapokról gyakorlatilag mindenképpen egy olyan téma lesz elkerülhetetlen, amelyet egy bizonyos ponton az Európai Unió a szolidaritás tekintetében fog megbeszélni, hiszen szolidaritást nem csak vállalunk, hanem kérünk is, elvárunk is. Tehát önök szerint fontos lenne arról beszélni, hogyha Magyarország vagy más országok nem veszik ki a részüket ebből a krízisből, nem mutatják ki a szolidaritást úgy, ahogy ön azt az előbb elmondta, akkor ne kapjanak a strukturális alapokból sem olyan mértékben, ahogy eddig kaptak, vagy egyáltalán nem? Én úgy gondolom, hogy ha a dolgok úgy folytatódnak, ahogy eddig mentek az elmúlt hetekben, akkor azt hiszem, hogy ez a vita elkerülhetetlen, egy ilyen jellegű megbeszélés elkerülhetetlen, és nem csak Belgium mondja ezt, úgy gondolom. Köszönöm szépen a beszélgetést!
My pleasure. Örömömre szolgált. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyi fért a Szabad Szemmel mai adásába. Tartsanak velünk a jövő héten is, de ne feledjék, hogy mostantól új időpontban, tehát péntek esténként 8:05-től. Viszontlátásra!